Sziasztok! Jó napot kívánok! Tartsatok velünk! Van egy gyönyörű szép Peugeot-unk, egy 2011 5. havi 508-as, egy nagyon takarékos, környezetbarát dízelmotor van benne, egy 6-os ugye és 110 lovas. Találtam egy címkét a motortérben, ezt egy kis drótszáról lefűztük. Az autóban a kilométer futás 69.216-nál, 24/5/28-án, tehát 5 hónappal ezelőtt volt egy olajcsere, azt mondták neki, gyere vissza 90.000-nél. Ezt betesszük a szervizkönyvébe, de ott is be van jegyezve különben ugyanez, úgyhogy garantált, igazolt. Nagyon kevés kilométer futású autó, és összesen egy darab gazdája volt neki. Nagyon jó felszerelt, gyönyörű szép autó, csodaszép ez a fényezés rajta, karcmentes, hibátlan, nagyon jó szépek ugye a felnik rajta, ezek gyári felnik, és Michelin nyári gumiszett van rajta. Nagyon-nagyon sok mindent belekért a gazdája, amikor megvásárolta, például ugye xenonlámpás, innen is el tudjuk olvasni, és LED benedfényes, lámpamosós, tolatószenzorok elől, hátul figyelik a távolságot. Eső és fényérzékelős a szélvédője. Nagyon szép a formája, jól néz ki, mutatós, gyönyörű a gép. Nagyon beleszerettem különben, az az igazság. Úgyhogy így is fogom nézni, így is fogom nektek kínálni. Azt mondja, hogy itt duruzsol a dízelmotorunk. 5,9-et mutat a fogyasztása, tehát egy nagy testű autó, 5,9-el és automata váltóval, ugye ezt elfelejtettem még nektek mondani, tehát egy automata váltós, kézi vezérlelhetőségi opcióval, tehát kormányról is tudjuk ugye rakosgatni a sebességeket. Az akkumulátor rendben volt eddig, tök jól indította, nagyon szép, tiszta itt minden, meg olyan egészségesnek tűnik ez az egész jármű. Ott egy folyadékszint, itt egy másik folyadékszint, ott pedig egy alvásszám. De persze majd a szervizkönyvébe is meg tudjuk ugyanezeket nézni. Én ezt becsuknám, megyünk majd vele egy kicsit ezzel a hajóval, hogyha van kedvetek a vége felé. Fékek szinte újak rajta, én úgy érzem, hogy ez most került fel nem olyan régen, teljesen új, nincsen semmilyen pereme sem, tehát új betét, új tárcsa, amit én látok. Gyári, ugye üvegezés hibamentesen, a kromdíszítés pedig karcmentes, tökéletes állapotban van szintén. Hogyha ide nézzünk, akkor itt is perem nélkül, tehát ez szintén szerintem egy teljes fékfelújításon esett keresztül, elől-hátul új fékek rajta. Ugye ha elő van szenzor, akkor hátul is biztos, hogy van. Ugye a szedán gépünknek meg kell nyomni ezt a nulláját, és akkor kinyílik a csomagtartója. Hatalmas csomagtér, különben is van ott sízsák ledönthető, ugye a támla alá nézve pedig gyönyörű szép tiszta itt minden, és pótkerékkel szerelték csomagtérhálóval. Gyere vissza, íme így nincs leverve a széle, tökéletes, hibátlan különben, tényleg nekem nagyon tetszik, nagyon szép formájú kocsi, itt a lemenő napfényben láthatjuk, hogy csodaszép ez a gyöngyházmetál fény, csillog benne szépen a kis ezüst pöttyök. Azt mondja, hogy van itt könyöktámasz, krém színű belső, tehát vigyázni kell vele, igazából hát ilyen nagyon kisgyerekeseknek nem ajánlom egyáltalán, mert akkor aztán föl lesz kenve rá minden, bár mindenki azt kell oda, ahova akar bármit, tehát ez kicsit kényes, de viszont gyönyörű szép. Elől-hátul ugye itt látjuk a légzsák jelzéseket, mindenhol van légzsák, ugye vigyázz ránk fejünknél, csillog-villog a nyitófelület is. Azt mondja, hogy ami fontos még, hogy ugye behajlik a tükör, oda-vissza, nézzük a másikat is, ő is dolgozik szépen, ez a fele is, én azt gondolom, hogy karcmentes, teljesen, ugye 4 elektromos ablak, ezek automaták, és itt a szövetülésünk az első rész is, amit legjobban használunk, az is szerintem hibátlan állapotban van. Nézzük meg, hogy mit találunk itt. Tehát összesen ugye 2 darab pedálunk van, egy gáz és egy fik pedálunk van, mert ugye, mint mondottam, ez egy automata váltós, méghozzá ilyen manuális opcióval ugye is lehet ugye használni, de nekünk van egy olyan lehetőségünk is még ebben az esetben, hogy innen is tudjuk ezt használni. Tehát automata, fölhúzok mindent, hogy csend legyen. Na nézzük!
A zene fantasztikusan jól szól különben. Jó nagy kijelzőnk van különben itt fönt, ugye ez navigációval van még megspékelve, amit innen tudunk vezérelni. Van ülésfűtés, ugye jobbra-balra, ezt is teszteltük. Aztán digitális klíma, ugye szintén jobbra-balra, két oldalra külön-külön lehet vezérelni, mit szeretnénk, hány fokot csinálni. Amúgy pedig nagyon szép kis króm keretek vannak mindenhol, ezzel a feketével. Fekete műanyag, de ez is karcmentes, cigimentes, ha már mentesnél tartunk. Nyíki, teljesen originál, sose használták. Jó, azt mondja, hogy mi van itt mellettem. Nézzük meg itt a srácok, mit hoztanak, itt van velem Feri, Peti és Concerto is. Hát ugye azt tudjuk, hogy nektek 25-31-ig lesz műszaki vizsgátok. Ugye ez honosítódik még hozzá, úgyhogy itt az eredeti osztrák műszaki vizsgadatlap. Ez 24-5. hóban vizsgázott ez az autó, 69-es ezres óraállással, előtte pedig 56 ezer volt, előtte 49-43, tehát ez visszakövethető dátum ügyileg mindenképpen, tehát abszolút igazolt, garantált kilométerfutású. A szervizkönyvében ugyanezt fogjátok látni, mert hogy ugye mondottam, hogy eltettem azt a címkét, itt látjátok a Peugeot Service, Peugeot Fiat Service-nek ugye a bélyegzője, 24-5. hóban 69 ezerrel vizsgázott, vagy vizsgázott is szerintem, és le is szervizelték, és visszafelé menőlegesen pedig szintén lefotóztam, meg tudjátok majd nézni, Concertónak visszaadjuk, milyen szép kis börtök ezzel az új Peugeot jellel van itt még benne nektek. Ezt még előbb szúrtam ki, két darab pohár tartó, mindenkinek legyen hosszú utazáskor, jól jöhet egy ilyen, aztán hűthető és kikapcsolható légzsák, kikapcsolható és hűthető kesztyűtartó, amit még kiszúrtam előbb, még mindig van jó dolog, sötétedik a tükör, ide nézzetek milyen szép ez a felső rész is, itt a világítást tudjuk kapcsolgatni külön egyik oldalról, másik oldalról, a tükörbe benne van a világítás még pluszba, és akkor térjünk ide rá az elejére. 70.365 kilométer van benne, tehát egy rendkívül keveset futott autó, ez egy 13 éves kocsi, tehát 70.000 kilométer van benne, az egy gazda ennyit használta. Van benne bordkompjúter, a két gyári kulcsa ugye megvan, egy kisebb és egy nagyobb távirányítós Peugeot jellel ellátva. Van tempomatunk, zenevezérlő, és itt a komputer tudjuk nyomkodni. Automata fényszóró kapcsolás, automata a esőérzékelős ablaktörlőnk van, tehát töröl, hogyha a automata ide fogjuk tenni, és ki fogjuk próbálni a gépet. Na menjetek! Ide kiállunk. A kormánya is dögös nagyon, itt az alja le van vágva. Forma tervezett. Hát most nem indítjuk újra, mert ha visszajöttünk, akkor újraindítjuk. Fordul a GPS is, amúgy az M3-as autópálya mellett lévő Szent Mihályút 90 számba volt előbb ez a kis nyilacska. Ugye onnan jöttünk. M3 autópark. Nézzetek, milyen szép a műszerfal is. Szépen vált a váltónk. Nagyon csendes, nagyon finom. Van deréktámaszom, érzem itt a hátamba ezt a nyomást, hogy szépen kipuposította valaki a takarítóba. Eltörje a gerincemet. De hosszú távon azért kényelmesen, hogy nincs behorpadva az emberek a gerince, hanem inkább befelé nyomja egy kicsit. Nem kopog, nem zörög, finom benne minden, könnyen kezelhető minden. Van sportmódja is különben ennek a váltónak.
itt rá lehet nyomni egy ilyen kis sport gombra, és mindjárt másképp teszi a dolgát, de ezzel is tökéletesen nagyon finoman lehet közlekedni. Na jó, akkor itt így körbeértünk. Akkor nézzük meg azt, akkor, hogy hogy indul a gépünk. Azt mondja, hogy leállítottam. Kivettük a kulcsot belőle. Centrál bezár, tükrök becsukódnak, íme. Centrál kinyit, villog. Kinyílott, úgy né. És akkor beindítjuk, nézzük messziről, hogy milyen képet fogunk látni. Mutatok föl, le. Elforgatjuk a kulcsot. Ja, tett ki üresbe, mondja, hogy hülye vagyok, igen. Jó, és most már be is indítottuk akkor a gépet. Hibátlanul teszi a dolgát. Én megköszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem, aki egy olyan jó autót akar, rengeteg gyári felszereltséggel, egy gazdával, 70 ezer kilométerrel, annak itt a helye. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ne felejtsetek ezt megnyomni. Gyertek el hozzánk, ide kell bejönnetek.